Üdvözlöm Önöket, ez itt az Egyenlítő, a nyugalom megzavarására alkalmas témáról fogunk beszélni, pedig elsőre nem úgy tűnne, mert a delfinek lesznek az egyik főszereplőink. Kezdünk is! Azt ígértem, hogy a nyugalom megzavarására alkalmas dolgokról fogok, vagy hát pontosabban fogunk beszélgetni Kristóf Veronikával, a Sea Shepherd Magyarország képviselőjével, hogyha ezt most jól mondom? Igen. Jól mondom. És delfinekkel kezdünk, és nyugalom zavarására esetlegesen alkalmas téma. Ez az? Az lesz, igen. Az lesz? Ugye a delfineket alapvetően mindenki szereti. Rengeteg film, mesekönyv, meg minden egyéb van. Akkor miért lesz ez mégis a nyugalom zavarására alkalmas? Talán pont ez a szeretet okozta a delfinek vesztét. A Flipper TV-film volt az első, ami kiváltotta a delfinárium iparág virágzását világszerte. Azért, mert a gyerkőcök akartak és személyes kontaktot akartak a delfinekkel, mert hogy látták a televízióban, hogy mennyire intelligens, mennyire aranyos, és milyen jó lenne megérinteni? Nem a gyermekek vették észre, hanem a felnőttek vették észre benne a gazdasági potenciált. És utána megfertőzték a gyerekeket? Gyerekeket a szülők fertőzik meg, tehát a gyerek azt pontosan érzi, hogy egy ilyen hely nem jó az állatnak, de valamiért a szülők úgy érzik, hogy ez pedig egy nagyszerű dolog. Jó, hogy felhoztad a Flippert, mert van egy rövid videóbejátszó, amit pont a ti oldalatokon találtam, ahol a Flippernek az idomárja beszél arról. Richard Oberi. Még egyszer mondtam? Richard Oberi. Hogy ő mesél arról, hogy mégis milyen volt tréningezni, és hogy ő sem gondolta arra, hogy ez hova vezet. When I started training dolphins, there was no manual. I would get the script and it says, Flipper goes over to the dock and picks up the gun and then swims down left to right. I had to actually translate that into action somehow. Thanks, Flipper. Yeah, thanks, Flipper. The thing that really struck me was that they're smarter than we think they are. The house that you see in the Flipper set, where the family lives, was actually my house. I lived there all year round for 7 years. And right in front of the house, there was a lake, saltwater lake, and that's where Flipper was at the end of the dock. When Flipper came on television on Friday night at 7:30, I would take my television set from the house and go down the end of the dock with a long extension cord, and Kathy would watch herself on television. And she could tell the difference between herself and Susie, who was another Flipper dolphin that was used. I knew then they were self-aware. And when you become conscious of this non-human intelligence, you realize after a while they don't really belong in captivity. But I didn't do anything about it. One day, it all ended. Like the props, they went back to the Miami Seaquarium. They were owned by the Seaquarium. We should have set them free, but we were not thinking at the time. You just walk into this place, and the music is playing, the dolphin is jumping and smiling. It's hard to see the problem. But the dolphin smile is nature's greatest deception. It creates the illusion they're always happy. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. Nerve central of any dolphinarium is the fish house. And if you go to any one of these fish houses, you'll see bottles of Maalox and Tagamet, and they're used because dolphins get ulcers because they're all stressed out. You have to see them in the wild to understand why captivity doesn't work. Yeah.
In the wild, they're traveling 40 miles a day. They could be surfing in one area in the morning. In the next hour, they could be 25 miles away, feeding or socializing. Dolphins are acoustic creatures. They're sound-oriented. That's their primary sense. The best sonar that man has is a toy compared to the dolphin sonar. When you're in the water, the dolphins can see right through you. They can see your heart beating, they can see your bones, they can see if you're pregnant. They get a lot of information with their sound. The dolphin is captured and put in a concrete tank surrounded by a stadium full of screaming people. It's their stress that kills them. At the National Aquarium in Baltimore, in the first open, the dolphins were dying left and right. They couldn't keep dolphins alive, and they finally figured out it's because the filtration system was making a lot of noise. So they're very sensitive to sound. That's their primary sense. And that's their downfall in Taiji. 72 óta vezekel ezért. 72 óta azon gondolkodik? Nem, vezekel. Vezekel konkrétan. Börtön, kiszabadítás, menedékhely, tárgyalások. Egyébként az 70-es években egy ilyen tréning, az hogy néz ki? 60-as évek végén ő volt a legsikeresebb, az volt az ő sztoria, hogy minden évben csak annyit kellett megtenni, hogy a legújabb Porsche-t megvásárolhassa. Jaj, ez volt a motiváció. Nem tudta, hogy mivel jár, amit csinál, nem motiváció volt, hanem inkább az ő gazdagsága, hogy annyira tehetséges idomár volt, és amikor Katie a kedvenc delfinje, mert ugye a Flipper szériának a delfinjei, aki ugye mindenki Flipper, ők fogyóeszközök voltak, és folyamatosan haltak meg, és amikor Katie a keze között meghalt, akkor értette meg, hogy ez óriási hibát követett el azzal, hogy elkezdte idomítani őket. Elkezdett kiszabadítani delfineket, létrehozta a szervezetét, és azóta is dolgozik a delfinárium iparág ellen. Hogy képzeljem el én, aki életemben még nem voltam ilyen delfináriumban, hogy egyébként ott mi történik? Mert én még nem voltam, nem tudom, videón már láttam. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy nem voltál. És még nem. Esküszöm. Tényleg nem. Mi van ott? Hát a látogatók számára csak annyi történik, hogy megveszik a belépőjegyet, bemennek, és van egy olyan hely, amit úgy hívnak, hogy show medence, ahol körbe lehet ülni, és akkor ott a delfinek elvégzik azt a mutatványt, amire be vannak idomítva. Ez egy félórás műsor, erre naponta 5-ször, 6-szor, 7-szer, attól függően, hogy milyen delfináriumról beszélünk, fellépnek a delfinek, ugyanazokat adják elő természetesen, majd visszaviszik őket, vagy visszaterelik őket abba a medencébe, ahol a show műsorok között vannak. Az az a medence, amit soha senki nem nézhet meg. Pedig már a show műsor medence is elég kicsi egy delfinnek. És akkor el lehet képzelni, hogy az a medence, ahol ők az éjszakát töltik, az mekkora. Ilyenkor nem a saját gondolataimat fogom mondani, ezért kérlek, ne legyél rám mérges, jó? De hogy nagyon sokszor lehet azt olvasni, amikor tréningeznek egy állatot, hogy ez azért jó egy állatnak, mert ad egy szellemileg, fitten tartja az állatot, mert valamire koncentrálni kell, vagyis játszanak vele igazából. Kettő fizikálisan is fitnek tartja, mert ugye általában ezek a tréningek mozgásra járnak. Vagyis, hogy ez az állatnak jó. Én azt gondolom, hogy egy delfin, aki 100 kilométert tud megtenni egyetlen egy nap alatt táplálék után vadászva, illetve a tenger hullámainak a sodrásával játszva, nem inger egy idomárnak az utasítása. Tehát a 100 kilométerhez képest egy 30 méteres átmérőjű medence, hogyha nagyon, nagyon optimális medencéről beszélünk, semmiképpen nem lehet jó. Tehát, hogyha a delfinek érdekeit nézzük, akkor nekik a tenger és az óceán a medencéjük. A medencéjük. Nyilvánvalóan. A következő bejátszót is a ti honlapotokon, Szisepőn Magyarországon találtam, ez egy egyperces film, ami igazából próbálja elmagyarázni azt, hogy milyen egy delfinek rabszolgaságban lenni. Thank you.
jó szó használat az, hogy rabszolgasság? Abszolút. De hogy itt alapvetően, csak azért, mert tudod, próbálok az ördögügyvédje lenni folyamatosan. Kap kaját, van helye, nincsenek ellenfelek, ellenségek, minden adott, minden tökéletes. Ez nagyon jó volt ez az ellenség, hogy nincsenek ellenségek, ellenfelek. Ugyanis a természetben, kezdjük akkor úgy, a delfineknek ugyanolyan társadalmi struktúráik vannak, mint az embereknek. Van szeretet, van szerelem, van gyűlölet, van utálat, van harag. Na most a tenger végtelen medencéjében, hogyha valaki összeveszik egymással, akkor el tudnak menekülni egymástól. Tehát történnek sérülések, de az alárendelt mindig el tud menekülni. A medencében támadások vannak, ami elől nem tud hova elhúzódni az alárendelt személy, és ők személyek. Tehát fölismerik a hangjukat, fölismerik egymást, éreznek, szeretik a gyermeküket, gyászolnak. Tehát ugyanazokat a dolgokat teszik, mint az emberek, csak sokkal tisztábban. Mi az, amit csinálunk még, hogy alapvetően, ha most nekem van egy delfináriumom, nyilván nincs, meg nem is lesz, de eljátszunk a gondolattal, akkor én mondjuk a szabad vizekből foghatok be egy egyedet? Ez még legális ma a Földön? Neked nem szükséges bepiszkolni a kezedet, erre van a Taiji beűzéses delfinvadászat, ami japán kormány támogatásával jelenleg is zajlik. Akkor ez legális? Náluk legális, az Európai Unióban... Megkérdettek az egyezményből azért? Ez nem, tartozik? Az mindig is volt. Ez mindig is volt, olyan, mint a cetek és a bálnák, nem. Amiről egyszer már beszéltük. Ez nem olyan, mint a bálnavadászat, ez az ő felségvizeiken zajlik, amit ők szabályoznak. EU-ba és az USA-ba, Kanadába nem juthatna be, de miután van átpapírozó intézmény, jelenleg Ukrajnába, régebben Hollandiába volt, bárhol előfordulhat Taiji zsákmány. Jó, de hogyha legálisan nézzük, és egy olyan optimális világot képzelünk el, ahol a törvényeket betartják és betartatják, akkor az Egyesült Államokban például, én elmegyek egy delfináriumba, láthatok olyan delfinet, amit szabad vízben, delfineket, amiket, akiket igen. Szabad igen. Vízben fogtak be? Igen. És az legális? A mai törvényeket nézve, tudod miért gondolom ezt? Mert hogyha egyébként nem, akkor hogy a viharba kerülnek oda delfinek? Van szaporítási program az USA-ban. Uh-huh. Aki és kifejezetten erre a célra? Igen, a szívek például elég sokat szaporít, elég nagy halálozási arányjal, tehát... Az, aki ott megszületik, és mondjuk egészséges lesz, és túléli az első pár hónapot, ő akkor egy delfináriumban fog kikötni. Ő delfináriumban született, és ott is fog ott meghalni, is fog, ott is fog meghalni. Akkor fog szabadulni, amikor kicsörlőzik. Ja, érzel egy némi párhuzamot abban, hogy mondjuk az állatkertek, ben egyre kevésbé, vagy nem is az állatkertekben, bocsánat, a cirkuszokban, ugye egyre kevésbé lehet nagy ragadozókat, nagy vadakat tartani, és tréningezni, és idomárként foglalkozni velüket. Nagyon sok ország ezt betiltotta. Egyre több ország, igen. Ugye, legutóbb a Szlovákia jelentette be. De mi még sajnos nem. Mi még sajnos nem. De hogy nagyon sok helyen ezt betiltották. Ez egy kicsit igen. Olyan, mint egy delfinárium a te szemedben? Hát a delfinárium az a tengeri emlősöknek a cirkusza, a cirkusz a szárazföldi emlősöknek a delfináriuma. Akkor ez ugyanaz. Kristálytiszta. Igen. Csak mondjuk igen. Egy cirkuszban, ugye a közeg maga, a levegő, az természetes. Míg a delfináriumban, a betontartályban a sósvíz, az még csak nem is tengervíz. Meg amikor én láttam egy videót arról, hogy a gyerekek ugye ütik a falat, hogy oda jön a delfin, és ott nagyon jól, a vízben ugye rettentően jól terjed a hang, delfineknek kellőképpen jó a hallásuk, hogy ez nekik egy... Egy olyan inger, ami fájdalmas, igen. És ez mérhető? Vagy tudod, hogy akkor mondjuk egy orvosi stáb ezt ki tudja mutatni, hogy ez a ez nem a biztos, hogy akarják, mert akkor azt kellene mondani, hogy ne legyen az az üvegfal, hanem akkor nézzék csak a gyerekek föntről. De így sokkal egyszerűbb, hogyha van az üvegfal, oda le lehet vinni a gyerekeket, ott programokat lehet értékesíteni, lehet plüssállatkákat nekik. Beszéljünk arról, hogy például a Vöröstengernél is van olyan, hogy te tudsz delfinek között úszkálni, meg tudod őket érinteni, kicsit talán még húzhatod is magad, meg ezek, hogy ezzel van baj? A Vöröstengerben, hogyha... Nem, most nem konkrétan a Vöröstenger, csak egy nagy általánosságban, ahol én egyébként, hogy a snorkelkedek, be tudok oda úszni. Megérinteni nem lehet, tehát nincs olyan... Nincs kontakt.
Tehát legálisan egyetlen egy hajós társaság sem teheti azt meg, hogy azt mondja a vendégnek, hogyha meglátod a delfint, menjél rá, és belekapaszkodhat. Szigorúan tilos. Aha. Tehát aki ilyet megenged, az bármit megenged. Milyen? Tehát annak lehet, hogy van egy delfináriuma is otthon. Ad abszurdum. De a delfin nagyon kíváncsi, és nem fél az embertől. Ezt jól vannak, tudom. Vannak olyan fajok, amelyek kíváncsiak, a palackóruak kíváncsiak, igen. Mekkora veszélyt jelent a delfinekre mondjuk a halászat, az ipari halászat? 300 ezer delfin és bálna hal meg évente az ipari halászat révén, akkor ezt nevezhetjük veszélyesnek. 300 ezer? 300 ezer évente. Ezt hogy képzelem el, mi történik ilyenkor? Milyen esetek vannak, mik történhetnek? Hát az ipari halászatnak vonóháló, kopoltyúháló és olyan más elnevezésű hálórendszerei vannak, amit mondjuk két hajó között leengednek, egészen a talajig felszántja a tengert. A fenékig teljesen végig? Fenékig, igen. És hát ugye, ami benne van abban a pillanatban, az megy. De ez legyen bármi? Legyen bárki, bármi, igen. Van erre, igen, bocsánat. Nem. Tengeri teknős, delfin, fóka, bálna, cápa, olyan halak, amelyek nem lehetnének halászhatók. És ne menjünk nagyon messze, Franciaországban 6000 azoknak a delfineknek a száma, akik partra sodródtak ebből az óhatatlan veszteségből. Tehát akiket úgy le tudnak vágni a hálóról, hogy nem derül rá fény a Sea Shepherd aktivistái részéről, vagy más szervezetektől, azok nincsenek számolva, és ez 6000. De olyankor csak a tetem sodródik ki a partra, ez már a tetem, ez már akkor az élettelen testről beszélünk. Ez már élettelen, igen. Van egy videótok fönt a honlapotokon, ahol pont a delfinek a vétlen áldozatok a hálóban. Ez tényleg a nyugalom megzavarására alkalmas videó, ez jön most. Ha belegabolyodik egy delfin egy ilyen hálóba, akkor nyilvánvalóan próbál valamilyen úton, módon szabadulni ebből a helyzetből. Azzal fullad meg, hogy próbál szabadulni. Ugye? Ilyenkor mi történik? Hát olyan heves mozgásokat végez, ami csak magára tekeredik a háló, hogyha olyan rendszerű, hogyha ez a kockás megoldás, amit ugye sokan ismernek, akkor pedig meg tud törni a belső szervei. Annyira? Tehát mindenképpen halálos, igen. Menthető egy ilyen delfin, cet, bálna, bármi, hogyha bekerül a hálóba, észreveszik, és mondjuk ők jó lelkű emberek, és próbálnak segíteni. Ez jellemző-e? És hogyha jellemző, akkor ilyen, hogy van-e siker? Hát ehhez azt kell tudni, hogy a tonhalhalászat évtizedek óta úgy működik, hogy delfineket követnek.
és ha valaki még fogyaszt tonhalat, főleg konzervet, ami egy nagyon nem okos dolog, mert a tonhal az mérgező nehézfémekkel telített, hiszen ragadozó hal, hosszan él, de ha valaki olyat vesz, akkor el tudja rajta olvasni, hogy nagyon sok márka delfin biztonságosra jelöli, ami azt jelenti, hogy odafigyelnek arra, hogy delfin ne gabajodjon bele. Ez egy marketing fogás. Ugyanis amikor egy delfin belegabajodik a hálóba, akkor, hogyha az ipari halászháló egy több kilométer hosszú, nincs esélye, hogy addig rátaláljanak, amikor ő még élve ki tudna onnan szabadulni. Hogyha egy olasz tengerparton, vagy egy spanyol tengerpartról kimegy a helyi horgász, és halászik, és abba belegabajodna egy delfin, akkor meg tudná menteni. De egy felcsévélendő hálóba. Egy orbitálisan nagy háló nyilván. Egy több kilométer hosszú és több száz méter széles hálóba nincs esélye. Szóval mire észreveszi? Mert lehet, hogy jó szándékú, de mire észreveszi? Én azt gondolom, hogy aki jó szándékú, az már ezt nem végzi, ezt a munkát. Olyan régóta nyilvánvaló, hogy ez a hálós halászat mivel jár. Te fogyasztasz halat? Vegán vagyok. De jó kérdés volt. De nagyon jó. Egyébként de. Szeretném elmondani, hogy de. Vegán halat. Vegán rántott halat. Jézusom, és nagyon finom. Az micsoda? Mi az a vegán rántott hal? Az, hogy az kérdő, egyik, hogy egyik német kereskedelmi láncnak a terméke. Szagra is olyan, ízre is olyan, állagra is olyan. De nem hal. És nem kellett senkinek meghalnia érte. Szeretnék egy nagyon kicsit majd erről beszélni, csak most elmegyünk egy nagyon rövid szünetre, hogy azért arról kell beszélnünk, mert Magyarországon is nagyon sokat hallunk arról, hogy a magyar nagyon kevés halat fogyaszt. Amikor halat fogyaszt, az általában karácsonykor, amikor elkészül a halászlés, hogy nagyjából ennyi, és hogy nagyon pusoljuk azt, hogy fogyasszunk minél több halat, mert hogy a hal az alapvetően egészséges. Mi meg most arról beszélünk, hogyha halat eszünk, akkor lebegjen fölöttünk egy kimúlt delfinnek a teteme, mert alapvetően nagy a saját egészségünk, ha lebeg, az bőven elég lesz. A saját egészségünk? De még nem ilyen nagyon rossz helyzet? Hogyha én eszem halat, az egészen biztos, hogy nehézfémekkel telített, hogyha hát óceáni, tengeri halat fogyaszt? Ha lazacot, tenyésztett lazacot fogyaszt valaki, akkor egészen biztos. Na jó, ezzel fogjuk folytatni, jó? Ez jó. Egy jó téma. Másodperceken belül jövünk vissza.